A Központi Statisztikai Hivatal gyors tájékoztatókkal segíti a lakosság információ ellátását. Sok esetben az elmúlt 12 hónap alatti változásokat mutatják be. Ezek a havi árváltozásokhoz képest kevésbé ingadoznak, ezért pontosabb képet tudnak adni a gazdaságban bekövetkező középtávú folyamatokról. A szeptemberi kimutatásban az látszik, az élelmiszerek, a szeszes italok, a dohányáruk és a tartós fogyasztási cikkek ára nőtt a legnagyobb mértékben. A növekedés mértéke azonban eltér az egyes csoportoknál. Az élelmiszerek átlagosan 7,3, az összes italok és dohányáruk 6,3, míg a tartós fogyasztási cikkek 2,6%-kal lettek drágábbak. Az élelmiszerek drágulását elsősorban a friss gyümölcsök, valamint a sertés hús és az abból készült feldolgozott élelmiszerek, például a párizsi és a kolbász vagy a sonka árának, főként január és április között bekövetkező emelkedése okozta. Ha a szeszes italokat és a dohányárukat nézzük, ott főként a dohánytermékeket érintő januári és júliusi jövedéki adóemelés okozta az áraknak az emelkedését. Ha pedig a tartós fogyasztási cikkeket nézzük, ott a drágulás elsősorban az új személygépjárművek egy év alatt bekövetkező több mint 10%-os áremelkedése okozta az áraknak a változását. Ha a szeptemberi adatokat az augusztusihoz viszonyítjuk, akkor azonban az látszik, átlagosan 0,4%-kal csökkentek az árak. A nem idényáras élelmiszerek ára összességében nem változott. Míg a liszt közel 3, a száraz tészta pedig mintegy 2%-kal drágább, addig a csokoládé és kakaó 1,6, a tej 0,9, a baromfi hús pedig 0,5%-kal lett olcsóbb. A szolgáltatásokért pedig közel 1%-kal kellett kevesebbet fizetni. Összehasonlításként hasonló mértékű árcsökkenést a szolgáltatások esetében legutoljára 2009. szeptemberében tapasztaltunk. Most a szolgáltatások árának csökkenését elsősorban a belföldi üdülés, valamint a mobiltelefon és internet szolgáltatások árának csökkenése magyarázza, de kismértékben például a lakbérek mérséklődése is hozzájárult itt az árak csökkenéséhez. Egy-egy ilyen gyors tájékoztató elkészítéséhez az ország minden pontjáról kap információkat a KSH. Az adatok gyűjtése minden hónap 1-e és 20-a között zajlik, amikor az összeírók több mint 100 településen közel 11 ezer boltot vagy szolgáltatót keresnek fel. Budapestről több, a többi megyéből a lakosság számától függő adatmennyiség. Összesen körülbelül 80 ezer adat érkezik a szakemberekhez. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az összegyűjtött adatmennyiség alapján a középmezőnyben szerepel. A következő, októberi fogyasztói árindex alakulását várhatóan november 10-én teszik közzé.